erős arcot is látok itt a vendégeink közül, akik rendszeresen szokták látogatni az eseményeinket, a rendezvényeinket. A mai nap nagyon különleges alkalom, egyrészt mert a nőnap van, másrészt pedig nagy örömünkre szolgál, hogy egy nagyon tehetséges fiatal junior tímadíjas zongoraművésznek tudtuk egy zongoraestet szervezni. Külön meg szeretném köszönni a Belváros Lipótváros Önkormányzatának támogatását, amely fő támogatónk jelen esemény szervezése tekintetében, illetőleg a magyarországi forgalmazója a Stanway & Sons zongoráknak, az Opera Zongoraterem is hozzájárult a koncert szervezéséhez, illetőleg a gyönyörű virágdekorációkat a Plantart Kft. Biztosította. És mi nem utolsó sorban szerényen szeretnénk mindig hozzájárulni a helyszín biztosításával, illetőleg a szervezéssel ahhoz, hogy mind a vizuális, mind a prózai, mind pedig a zenei kultúrának kiemelkedő kortárs művelőit, alkotóit meg tudjuk mutatni a kedves ismerőseinknek, azoknak, akik szintén hasonló módon gondolkodnak, hasonló értékeket keresnek. A falon található képekkel kapcsolatosan, mert látom, vannak itt a mostani meghívottak vendégek között olyanok is, akik látták ezt a kiállítást. Annyit elmondanék, hogy Verebes György a Szolnoki Művésztelep vezetőjének a kiállítása. Alapvetően a december 9-i kiállítás óta a képanyag az elég jelentékenyen megváltozott, és ezt direkt tettük a mostani rendezvényel összhangba állítva. Ugyanis egyrészt képek kerültek ki a Várgyógyi Kastély Múzeumnak egy új időszak kiállításába. Másrészt próbáltunk a Györgyel közösen, miután láttuk, hogy Zsolt milyen repertoárt állított össze a mai zongorakoncertre, olyan képeket találni, amelyek visszaadják a Zsolt által választott daraboknak a hangulatát. És mindenkit majd a koncert után szeretettel várunk arra, hogy megtekintsék ezt a jelenlegi időszak kiállításunkat. Egyik kiemelendő képünk itt a hátsó falon található Hipnosz című kép, aminek a története is igen érdekes. És van egy olyan zeneszám, amit elő fog a Zsolt adni, egy lisztdarab, amelynek teljesen visszaadja ezt a hangulatát, és a festőművész, aki a képeket festette, ő is zongorázik, tehát nagyon-nagyon jól tudjuk ezt így összehangolni. Másik érdekessége a képnek, hogy a képet egy szobor alapján készítették, egy etruszkori feltárás során került elő ez a Hipnosz fejem, egy nagyon ritka ábrázolása Hipnosz istennek a görög mitológiából. Másik érdekessége pedig, hogy ez a lelőhely, ez Perugiában van, és mint tudjuk, Perugia a mi anyacégünknek, a Vízospanyolinak is a városa, és mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy ezt is kiállítsuk. Szeretném köszönteni a megjelentek között Volmut István kulturális tanácsadót a Belváros Lipótváros Önkormányzatának részéről. Illetőleg meg szeretném köszönni dr. Gianluca Borghese-nek, dr. Márton Kulfnak és Márta Zsentilottinak is az Olasz Nagykövetség részéről, hogy megtisztelték a jelenlétükkel az eseményünket, és nem árulok el vele titkot, azt hiszem, hogy a következő időszakban az Olasz Nagykövetséggel közösen is tervezünk egy olyan kulturális programsorozatot, amelynek majd zenei vetülete is lesz, de mindenképpen kötődik a mi általános projektjeinkhez. Most átadnám a szót.